Az új év köszöntésének hagyományaiba beletartozik egy pohár pezsgő, de akadnak olyanok is, akik a keleténél több alkoholt fogyasztanak a fokozott ünneplés közepette. Sokan nem gondolnak arra, hogy az elfogyasztott alkohol mennyiség, még ha ki is aludta magát az ember, nem ürül ki olyan gyorsan a szervezetből. A sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság annak érdekében, hogy az ittassofőrök által okozott baleseteket megelőzik, több helyszínen is szűrést tartottak az illetékességi területen. A szilveszter közelettével 31-től fokozott ittasság ellenőrzést hajtottunk végre a sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Ezek az ellenőrzéseknek a célja az volt, hogy minél több ittas gépjárművezetőt szűrjünk ki, még azelőtt, mielőtt közlekedési balesetet okoztak volna. Az ellenőrzések volt, amikor külön egységek, külön helyeken tartottak ittasság ellenőrzést, és volt olyan eset, amikor a kapitányság illetékességi területén szolgáltat teljesítő állományt összemondtuk, és nagyobb létszámban hajtottunk végre ittasság ellenőrzést. A szilveszterrel kapcsolatban összesen 3 esetben kezdeményeztünk eljárást ittas gépjármű vezetővel szemben, 2 esetben büntetőeljárást, és 1 esetben pedig közigazgatási bírságot szabtunk ki 30 000 forint értékben. Búza Zoltán hozzátette, hogy az ünnepek kapcsán főleg a posztalkoholos állapot fordul elő leggyakrabban. Ebben az esetben a gépjármű vezető nincs tisztában azzal, hogy az elfogyasztott alkohol még nem ürült ki a szervezetéből. Sok esetben még az előző este elfogyasztott italok, még a délután este folyamán is mérhetőek a szervezetben. Magyarországon a gépjárművezetőkkel szemben zéró tolerancia van az alkoholfogyasztással kapcsolatban, ezért a legkisebb alkoholfogyasztás esetén is közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. A közigazgatási bírság az értéktől függően 0,15 mg per liter alatt 30 000 forint, illetve 0,15-0,25 mg per liter között 100 000 forint közigazgatási bírságot szabunk ki. Abban az esetben, hogyha ezt az értéket meghaladja, akkor abban az esetben büntetőeljárás kezdeményezünk, és a bíróság szab ki pénzbüntetést, és általában 1 évtől terjedő járművezetéstől eltiltást. A sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság munkatársai felhívják a figyelmet arra, hogy alkoholos befolyásoltság alatt senki ne üljön autóba, hiszen ezzel a mások és a saját életüket is veszélyeztetik.